tilos rádió, és benne a szokolégyező. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a szokolébresztő műsora a 90,3-as frekvencia moduláltsávon a Tilos Rádióban. Tehát, és én dr. MZ per X vagyok, és egyedül vagyok a stúdiómban, de mielőtt bárki megijedne, hogy one man show lesz ma is, mi sem áll távolabb a valóságtól, hiszen ha minden igaz, magát Szentpéteri Lászlót köszönhetjük a Skype vonalban, amennyiben sikerült itt a technológiát beállítanunk. Laci, hallasz engem? És még fontosabb, hogy mi hallunk téged? Tegyünk egy hangpróbát. Nos, hát erre úgy tűnik, hogy egyelőre az a válaszunk, hogy nem, úgyhogy ezért aztán, amíg ezt a technikai problémát elhárítjuk, addig ugye elmondom, hogy miről fogunk ma beszélni, és hogy egyébként, hogy ki a vendégünk, aki itt várakozik valahol a Skype-ban. Tehát a témánk, először is a témánk, ugye az annak az apropóján, hogy 75 éve, majdnem nem a nőnap alkalmából, bár a nőnapra is kitekintünk majd azért egy picit, várhatóan, de elsősorban az az apropónk, hogy majdnem pontosan 75 éve, vagyis március 5-én, 1946. március 5-én hangzott el a Missouri állambeli Fultonban Winston Churchillnek az a híres beszéde, amit szokás valamilyen értelemben a hidegháború kezdetének tekinteni, hiszen az a híres mondat, hogy vasfüggöny ereszkedik le Európára, az itt hangzott el először, már is meg is hallgatjuk, mert én ezt be is készítettem, ezt a részét a beszédben. The Baltic to Trieste in the Adriatic, what Soviet Russia and its communist international organization intends to do in the immediate future. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. I do not believe that Soviet Russia desires war. From what I have seen of our Russian friends and allies during the war, I am convinced that there is nothing... Itt hangzott el az a híres mondat, hogy an iron curtain has descended over Europe. A Baltikumtól egészen le Triestig egy vasfüggöny ereszkedett le Európára. Közben megpróbáltam ismét fölhívni Szentpéteri Lászlót, hát ha most jobban működik a kapcsolat. Hallasz engem? Hát sajnos a válasz az még mindig az, hogy nem. Akkor ezt itten megpróbáljuk valahogy orvosolni. Addig elmondom, hogy még egyszer. Ugye a hidegháború kifejezés maga az egyébként, ugye a vasfüggöny kifejezés ebben a politikai értelemben itt hangzott el először, 1946. március 5-én. A hidegháború kifejezést az aktuál politikai kontextusban már 1945-ben használta George Orwell, nem kisebb személyiség, mint maga George Orwell, aki október 19-én 1945-ben a You and the Atomic Bomb című publicisztikájában, egy újságcikkben tehát először használta a hidegháború kifejezést, és amivel ma foglalkozni fogunk ennek az évfordulónak a tiszteletére, az lesz, hogy kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a hidegháború, még ma is sokaknak megdöbbentőnek és elborzasztónak, szomorúnak, meg néha viccesnek, vagy egyszerűen csak furcsának tűnő asztronautikai, vagyis űrtevékenységgel kapcsolatos történéseit. Na, és közben újra próbálkozunk, itt ez az élő adás varázsa, mindeközben azért próbálkozunk itt helyre rakni a szituációt, újra hívjuk Szentpéteri Lászlót, aki elvileg újra a vonalban van, és még én konkrétan látom is már, csak kérdés az, hogy hallom-e? Nem. Nem hallom, csak látom őt. Úgyhogy ezért aztán ilyen módon ezt nem tudjuk így átvinni ezt a jelet, pedig elvileg minden jól össze van kapcsolva. Tehát a témák, amikre sort fogunk keríteni, azok hát elég érdekesek. Tehát például lesznek ilyen furcsaságok, hogy amiben megpróbáljuk megvitatni azt, hogy
Például a szovjetek hogyan loptak el egy kiállításról egy holdszondát, vagy az amerikaiak egy kísérleti Apollo űrhajót hogyan hagytak el, és azt hogyan gyűjtötték be eléggé titokzatos szovjet halászok, valamint például azt is meg fogjuk beszélni, amint arról ugye volt szó már ilyen filmekben, például a Szaljut 7 emlékezetes orosz filmben, ugye volt szó arról, hogy vajon például igaz-e az, hogy az amerikaiak megpróbálták ellopni a Szaljut űrállomást? Hát ez egy érdekes kérdés. És persze ilyesmikről lesz szó. Most újra egy másik kommunikációs csatornán próbálunk meg Szentpéteri Lászlóval kapcsolatba lépni ezúttal. Halló? Na, a kérdés most éppen egy másik vonalon, ami nem a Skype, hanem egy másik ilyen. Furcsa dolog, megfogadású vagyok el, mert fura, mert a számítom, meg a telefonomon is én hallak titeket. Így van. A telefonon láttak. Nincs viszont a hang az érdekes módon, se a laptopról, se a telefonról. Így van, viszont így van, érdekes. Nem mondom, hogy nem történt már ilyen. Van a probléma, mert hogy két vasat is lepróbáltam, úgyhogy... Tökélet, de mindegy, a lényeg az, hogy most hallunk, holott a vasak ugyanazok, csak a szoftver más. De most azért ne csináljunk reklámot, azért ha hallottad, akkor hallottad, hogy hősiesen igyekeztem azért itt valami bevezetést adni, azért azt még nem mondtam el itt a nagy kapkodásban, hogy kivel van dolgunk. Persze az törzs hallgatóink azok már hallhatták a hangodat, amikor egyszer, talán egy éve az ázsiai űrprogramokról értekeztünk, vagy már több is volt az, mint egy éve, csak így összefolynak a dolgok. Ugye Szentpéteri Lászlót akkor úgy mutattam be, mint ami persze egy örökös titulusod, tehát ezt nem lehet kinőni, hogy az űrvilág alapító főszerkesztője. Ugye az űrvilág.hu, azt attól tartok... Nem úgy tűnik, igen. Attól tart... Az embernek gyereke lesz. Igen. Na igen, szóval ez van, és akkor tehát elmondtam az intrót, amit úgy kb. Eltervezgettünk, és hát képzeld el, hogy még bele is hallgattunk itt a fultoni beszédnek az ide vonatkozó részletébe, ha már így ránk szakadt ez a kis néhány másodperc, de hát attól még ugye ketyeg az idő, úgyhogy nézzük akkor, hogy egyáltalán, még azt még nem mondtam, de még arra is mindenképpen az adásban ejtsünk szót, hogy a Szovjetunió összeroppantásához miképpen járult hozzá az űrtevékenység, ugye ez az egyik kedvenc témám. Igen. Hát nézd csak, ugye az a helyzet, hogy én már azt mondtam, hogy ugye Orwell használta a hidegháború kifejezést, Churchilltől meghallgattuk az Iron Curtaint, de hát azért az űrkutatás mégiscsak a repülésben gyökerezik, azért ha tetszik, ha nem, és ugye igazából illene innen elkezdeni a témát, és én úgy tudom, hogy te erről is elég sok minden érdekességet olvastál össze az elmúlt évtizedekben, úgyhogy légy szíves... Erről én semmit nem tudok. Jó, tehát tulajdonképpen ugye azzal, ja, mindenek előtt jó reggelt a kedves hallgatóknak, elnézést a lányos zavaromért, de hát itt tényleg kicsit káosz volt. Mindegy, sikerült rajta úrrá lenni. Lényeg az, hogy vigyázzunk egymásra, ezért mi nem látogattuk meg most egymást. A hölgyeknek pedig hát kellemes nőnapot, és majd emlékeztetném MZ Felixet, hogy ne feledkezzünk el a hölgyekről, Tereskováról, Szavickájáról, meg az első amerikai nőkről, mert ez ugye fontos. No, a válaszolva a kérdésedre, valóban érdemes a repüléstől kezdeni, hiszen az űrtevékenység rengeteg mindent köszönhet annak, és ugye a felvezetőkben, vagy a beharangozókban azt próbáltuk ecsetelni, hogy hát itt a háború, az hidegháború kapcsán próbálunk ilyen szomorú, meg ma már talán viccesnek tűnő, meg furcsa, meg döbbenetes dolgokról mesélni, főleg a fiataloknak, akik ezt szerencséjükre nem érhették meg. Én azt gondolom, hogy a hidegháború szóban a háború az azért lényeges, mert valóban zajlott egy hát részben láthatatlan harc itt a két világrend között. Szerencsére sosem csúcsosodott ki egy harmadik világháborúba, ugye a helyi háborúkban igen, de most nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy ennek például voltak olyan mozzanatai, ahol próbálták egymás technikáját lopkodni, vagy másolni. És tulajdonképpen az első ilyen történet az még egy picit a hidegháború hivatalos kezdete, amiről ugye megemlékeztél a műsor elején, előtte nyúlik vissza, ez az, hogy hogyan is másolták le a második világháború legfejlettebb
stratégiai bombázó repülőgépét a szovjetek. Az amerikaiak a csendes-óceáni háború miatt ugye kénytelenek voltak kifejleszteni egy nagy hatótávolságú bombázót, ez volt a B-29-es, és aztán ezzel egy időben japán célokat bombáztak például kínai felszállással, de ugye az egy ilyen egyirányú történet lehetett rossz esetben, és ezért nekik akkor parancsban az volt kiadva, mint a bombázó személyzeteknek, hogy probléma esetén a Szovjetunió területén kényszer leszállnak. Fontos tudni, hogy ekkor a Szovjetunió hivatalosan semleges helyzetben volt a japán-amerikai konfliktusban, tehát kvázi egy semleges ország területén kényszer leszálltak, ami persze azt jelentette, hogy mind az embereket, mind a technikát az adott ország ugye ilyenkor internálja, hiszen végül is légtérsértőkről van szó. Aztán hát, ha jó szándékok, kiadják, visszaadják ezeket, ha nem, nem. Na most Sztálinnak nagyon kellett egy ilyen repülőgép, és magának nem kisebb személyiségnek, mint magának Tupoljevnek adta ki, hogy csináljon egy nagy hatótávolságú bombázót. Hát ez nagyon nem akart összeállni, és végül is az volt az a szovjetek szerencsé, hogy három darab komplett B-29-es kényszer leszállt a Szovjetunióban, teljesen épségben, egy negyediket azt összetörtek ott, a személyzet az kiugrott, megmenekült, és akkor elkezdődött ennek a szerkezetnek a lemásolása. Na most, ugye olyan szintű másolásról van szó, ugye re-engineering, ebben 900, a dokumentumok szerint 900 különböző szovjet üzem és kutatóintézet vett részt, és egy év alatt több mint 100 ezer műszaki rajzot készítettek. Gondoljunk bele, hogy ugye a szovjetek a metrikus rendszert használták, az amerikaiak ugye feedbe, meg lábba, meg incsekben dolgoztak, tehát voltak problémák, ennek ellenére a szerkezet végül is újabb egy év alatt összeállt, méghozzá rögtön 20 darab, úgy hívták őket, hogy Tu-4-es, Tupoljev 4-esek, és hát mindössze 1%-kal sikerült nehezebbre, mint az eredeti. Na most olyan szintű volt a rettegés a Sztálintól, hogy hát van egy valós történet, meg van egy, amiről nem tudom, hogy legenda vagy sem. A valós történet az az, hogy egy Kerber nevű elvtárs, aki a Tupoljev egyik helyettese volt, az az emlékirataival leírta, hogy még ahhoz is egy magasrangú tábornoktól kellett engedélyt kérniük, hogy szovjet ejtőernyőt használhassanak a repülőgépben, mert annyira féltek attól, hogy akkor nem egy az egyes a másolat. Illetve van egy olyan, amiről mondom, nem tudom, hogy ez legenda vagy valós információ, hogy volt egy olyan lemez az egyik gépen, amit utólag raktak föl, ugye egy foltozás volt. És, hát ez gyakorlatilag utána az összes Tu-4-esen megjelent, funkció nélkül, hogyha véletlenül egymás mellé rakják a kettőt, amikor Sztálin ott van, akkor nehogy rákérdezzem, hogy az a lemez az miért hiányzik. Tehát utaztak utasszájtó repülőgépen, biztos láttak már ilyet, hogy lemezesen nem van foltozva, tehát ez egy teljesen bevett dolog. A lényeg az, hogy ezeket a repülőket aztán 47-ben a Tushinui légiparádén be lehetett mutatni, az ottani katonai attasék legnagyobb meglepetésre, rögtön 7 darab húzott át, amiből állítólag az első három az eredeti 3 B-29-es volt, és a következő kötelékben a 4 darab, az pedig na, az jó, első. Jó, de mind a 3 B-29-esen ugyanott volt a folt. Nem, egyen láttak, és azt mondták, ja, hogy a kérdés nagyon jó, látom, hogy ugye az történt ezzel a 3 darabbal, hogy egyet azt szétszereltek apró igen, darabokra, azokban készültek az alkatrészrajzok, egyet azt kifejezetten földi nyúzó próbákra használtak, és egy maradt igazából első körben repülőképes példányban, ezzel képezték az első berepülő személyzeteket, meg ismerkedtek a repülőgéppel, és ugye akkor itt rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor lehet, hogy amikor a katonai attasék azt mondták, hogy 47-ben Tushinóban az első 3 az B-29-es volt, akkor lehet, hogy tévednek, mert eléggé nem életszerű, hogy amit már egyszer miszlikre szétszettek, azt összerakták volna a repülőképes példányba. Hát pedig az is egy jó gyakorlat. És akkor ezek szerint a tervrajzos verzión volt a folt. Hát ez igen, igen. Na most persze a másik oldalt se kell félteni. Ha nagyot ugrunk az időben, akkor akik oda vannak a repülésére, azoknak ismerős az SR-71-esnek, a Blackbird-nek, a Fekete Rigónak a neve, amelyik a nem tisztán rakétahajtású repülőgépek közül a legnagyobb magasságot ért el, és több mint 3 Mach-hal tud menni, tehát a hangsebesség háromszorosával.
ezt kifejezetten kémkedésre, tehát légi felvételek készítésére elsősorban ugye a Szovjetunió, Kína, kelet-európai országok felett fejlesztették az amerikaiak, összesen építettek 32 darabot. Ez nem volt egy olcsó szerkezet, állítólag 85 ezer dollárba került egyetlen repült órája. Viszont egyetlen egyet nem lőttek le, tehát ami összetört, azt mind a pilóták törték össze, vagy műszaki hiba miatt tört össze. És az volt a probléma, hogy az irgalmatlan sebességből adódó hőterhelés miatt a 92%-át titánból kellett építeni a szerkezetnek. Hát azt meg nem nagyon lehetett akkor éppen találni az Egyesült Államokban, úgyhogy tulajdonképpen a CIA-nak kiadták, hogy szerezzen titánt. És hát onnan szereztek, hát akkor a második legnagyobb titán, hogy mondjam, exportőr a világon az a Szovjetunió volt, úgyhogy ilyen fedő cégeket csináltak a harmadik világba, és akkor ilyen 3-4-5-szörös átvételekkel, és nyilván a hozzátartozó áremelkedéssel szerezték be ezt a rutil nevű anyagot, ami aztán segítette, hogy titán elő tudjon állni. Tehát tulajdonképpen a szovjetek, ugye tudtukon kívül hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államok sikeresen fényképezzen kifejezetten érzékeny létesítményeket a Szovjetunióban és a baráti országokban, tehát légibázisokat, rakétabázisokat és így tovább. Hát így hirtelen ennyi, mert látom, hogy szalad az idő. Volna még na, egy-két persze, ilyen. Persze, igen, igen, és akkor át is köthetünk. Ahogy Pusalaki úr mondta. Igen, át is köthetünk az űrkutatáshoz ezzel, hiszen például ugye egy másik tipikus hidegháborús jelenség, ugye az a szovjet titkolózás például azzal kapcsolatban, hogy hol van az ő űrközpontjuk. Ugye itt a Bajkonur, amit ugye múltkor Suminszky Nándorral is emlegettük természetesen ezt a titkolózást, hogy a térképeken szisztematikusan odébb jelölték, illetve hát amíg építették, ugye senki nem tudhatott volna róla, és ugye úgy kezelték, hogy ez a kb. A világ legtitkosabb dolga, hogy hol van Bajkonur. Ehhez képest ugye jól tudjuk, hogy az amerikai kémrepülőgépek, hát nem is a Blackbird, de az U-2-esek, azok már az építés közben, igen, tehát az 50-es évek végétől, sőt 55 után, amikor elkezdték építeni Bajkonurt, akkor az amerikaiak már pontosan tudták, hogy hol van, és ehhez képest ugye az a vicces helyzet állt elő, hogy aztán a végén már a Szovjetunió lakosságán kívül mindenki tudta, hogy hol van, mert aztán még a 80-as években, amikor már az amerikaiaknak a polgári műholdjai, például a Landsat műholdak olyan felbontású képeket csináltak, hogy már bárki tulajdonképpen nem kellett ugye ahhoz katonának lenni, hogy ilyen felbontású képeket látassanak az emberek a világról. National Geographic gyönyörű térképeket közölt arról, hogy Bajkonurban mi, hol, hogy van. Magyar űrkutatók is vitték magukkal a National Geographicot, amikor mentek megnézni az interkozmosz műholdak felbocsátását. Ott a szovjet kollégák meg ugye... Izé... Nem néztük a térképet. Igen, igen, illetve kölcsönkérték, hogy lefénymásolhassák. Igen. Ez emlékeim szerint, hát biztos többen vitték, én tudom, biztosan tudom, hogy Horváth András, aki nyugdíjazásáig utána ugye a planetáriumnak volt az igazgatója. Önnála biztos, hogy volt egy példány, tehát ismerve őt, ezt simán ki is nézzük belőle. Abszolút. Hogy ott frász hozta az ottaniakra, amikor a Lenin busszal zötyögtek ki a Bertalan repülése előtt. Valóban, hát nekem az első ilyen nyomtatott térképem az valóban a 80-as évek legején lett, volt egy ilyen ikonikus könyv, most itt hátra nézzük a polcomon, ezért jó home office-ból dolgozni, ez a Salamander kiadónak a Space Technology című ilyen... Ó, igen, az ilyen, nekem is meglátom. Lehet vele olyan méretű könyv. Abban volt egy nagyon részletes Bajkonur térkép, hát én életemben akkor láttam először ilyet. És abban láttam először, valószínűleg te is abban láttál először az N1-nek a sematikus rajzát. Igen, az N1 sematikus ábrája is abban van, ugye most akkor gyorsan mondd el, hogy mi az N1. Ja, igen, kedves hallgatóink, az N1 az a szovjet emberes holdutazáshoz szükséges brutál nagy rakéta lett volna, amelynek a létezését a 80-as évek legvégéig tagadták, de természetesen jól értesült amerikai és nyugati elemzők már azért rajzolgattak róla a 80-as évek elején megjelent Illustrated Encyclopedia of Space Technology című gyönyörű kiadványban, amivel valóban ölni lehet, és akkor micsoda átkötés, és mivel lehet még ölni? Hát ugye igen, például... Például a fedélzeti. Jó, akkor legyen még egy átkötés, tehát ugye Bajkonur kémkedés, és ugye igen, ezt akartam amúgy. Orbitális pályán lévő nehéz gépágyúig. Akkor az átkötés az szerintem úgy néz ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok az valamikor ott a 60-as évek elején, hát talán 63-ban meghirdette
a MOL nevű programot, ez a Manned Orbiting Laboratory, vagyis emberes keringő laboratórium, ami kifejezetten az amerikai légierőnek lett volna egy személyzetes, egyszerre kettő fővel repülő, kifejezetten földfotózása, gyakorlatilag kémkedésre fejlesztett űrállomása, ami egy nagyon furcsa szerkezet volt. A Gemini űrhajó alá bepakoltak egy kisméretű ilyen űrmodult. A két cuccot azt egy egyszerre vitték volna föl egy továbbfejlesztett hordozó rakétával, egy akkor még nem létező Titan 3M nevű rakétával, alacsony, nagyon alacsony földkörüli pályára, és a kétfős személyzet onnan ideális esetben 30 napig fényképezett volna érzékeny célpontokat. Az ellátmány, az üzemanyag, a gázok azok 40 napra voltak elegendőek, tehát ezt a repülést 40 napra ki lehetett volna terjeszteni. Elindult ez a program, irgalmatlanul kezdte túlnőni a költségvetést, és aztán végül is a emlékeim szerint 69-ben legyújtották, mert részben, ugye, hát hogy mondjam, brutálisan hangzik ez megint, de a vietnámi háborúban versenyzett, amelyik szintén nagyon sokba került, illetve addigra az automaták olyan fejlettségi szintet értek el, hogy megindult egy ilyen vita, hogy van-e értelme embereket indítani. Most, hogy mire gondoltak, arra gondoltak, hogy van a szerkezeten kettő darab kamera, az egyik egy kereső kamera, aminek 12 km az átmérője, illetve tehát a Földön, tehát a Földön egy 12 km átmérői területet lát, amelyiken keresztül az űrhajósok azonosítanak izgalmas célpontokat, és utána erre fotóznak rá a nagy felbontású kamerával, amelyiknek nem tudjuk a felbontása, én nem találkoztam vele, azt tudom, hogy a 12 km átmérőinek lett volna már akkor 9 méter a legjobb felbontása, és a 150 km magas pályáról. Na most ez a nagy felbontású pedig az tulajdonképpen olyan kicsi látótérre rendelkezett, hogy nagy felbontású módban 2700, szuper nagy felbontású módon meg csak 1300 méteres átmérői területet látott volna. Most ha belegondolunk, hogy mondjuk egy repülőtérnek nagyjából 2,5 km a kifutó pályája, vagy 3, akkor lehet érteni, hogy ez brutálisnak számított akkor. Alapvetően ezzel ők már műszaki adatokat akartak leszedni, tehát például olyasmit, hogyha most Bajkonurról beszélünk, vagy Bajkonur Tyuratán, hogy a silókban lévő, ha a siló ajtó nyitva van, siló fedél, akkor a silóban lévő rakétát lehessen azonosítani. Tehát, hogy lássák, hogy melyik silóban van éppen rakéta, vagy melyikben nincs. Na most ettől a nyilván, ja, még annyi talán, hogy amikor ez a program leállt, ide ilyen legendás űrhajósokat válogattak be. Ugye többségét leszerelték, aztán volt, aki nagyon szeretett volna űrhajós maradni. Közülük hetet a NASA átvett 69-be, és ők ez a hét ez mind repült az űrrepülőgép programban. Tehát az azt jelenti, hogy közel 20 évet vártak a repüléseikre. Hát a leghíresebb ugye Robert Crippen volt, aki viszont rögtön a 81-ben az űrrepülőgép első berepülésén lehetett a jobb ülésben pilótaként és újoncként, de még egyszerű, akkor már több mint 20 éve ül a kiképzés alatt áll. Na most, hogy jön ez az ágyúhoz? Hát úgy, hogy az oroszokat sem kellett félteni, akkor azt mondták, hogy akkor ők is csinálnak egy kifejezetten kémkedésre való űrállomást. Ez lett az Almaz, vagy hát Gyémánt, amelyik egy katonai űrállomás volt, és ugye nagyon érdekes volt, hát hogy fedni kellett a sztorit, ezért összemosták itt a Szojuzzal, amelyik meg kifejezetten ugye civil programnak indult. A Szaljuttal, igen. Bocsánat, Szojuz, nem, hiába nem. Hát azzal is azt mindennel össze volt mosva. Nagyon jó, hogy itt vagy, mert, és tessék, szóljál is csak. Mert egyébként azért jó, nagyon jó Friday elszólás volt, mert ahhoz eredetileg a Csellomej-féle designer csapat ugye tervezett egy saját űrhajót is. Így van, a TKS. Igen, van, tehát van. Ilyen módon aztán jól mondott, hogy a Szojuzzal is összemosták annyiban, hogy végül tényleg feljutottak, a MOL-lal ellentétben a szovjet katonai űrállomások közül tényleg feljutott emberrel kettő, de viszont a hozzávaló űrhajót azt meg a polgári programból
Hát most persze, hogy az oroszoknál van-e egyáltalán olyan, hogy polgári program, ez egy hálás vita téma, de minden esetre egy másik űrhajót küldtek hozzá, és ugye itt vannak ezek a legendás felszerelések, amiket terveztek, vagy nem repültek, most erről mit tudsz? Itt ugye, ugye, hogy akkor rendet tegyünk itt a hallgatók fejében, tehát ugye eredetileg valóban volt egy polgári űrállomás, ami terv, amihez ment volna a Soyuz, és volt ez a katonai, az Almaz, amihez ment volna ez a TKS, de mivel az nem lett kész, ezért mindenhova a szojuzokat reptették, és ez viszont a fedő történetnek ugye segített, tehát a Szajut 1 az polgári volt, a 2-es az katonai volt, de hát ez nem igazán ért el a pályát, a 3-as és az 5-ös is katonai volt, és akkor a Szajut 4-es, 6-os, 7-es, ezek voltak szintén polgáriak. Na most a 3-as meg az 5-ös az annyira katonai volt, hogy azon túl, hogy volt rajtuk nagy felbontású kamera a felvételezéshez, a paranoia ott odáig fajult, hogy ezt a 20 tonnás űrállomást, legalábbis a 3-as, tehát a Szajut 3-at, azt felszerelték egy nehéz, hát tulajdonképpen gépágyúval, biztos, ami biztos. Ezt a Tu-22-es bombázóknak a vezérsík alatti, tehát a hátsó gép fegyver szerkezetét alakították át. Ez elvileg egy olyan 1800-2000 lövés per perces elméleti tűzgyorsasággal rendelkezett, és a sebessége a lövedéknek az 850 méter per szekundum volt ugye az űrállomáshoz képest. Na most annyira féltek, hogy ez úgy megrázza az űrállomást, hogy baj lesz, hogy végül is egyetlen egyszer lőttek vele, amikor nem voltak fönt űrhajósok, tehát így aztán az egész történet szinte egy teljes nonsens, viszont a lövés az sikeres volt, tehát 20 lövést adtak le, és abból néhány eltalálta a saját egyik műholdjukat. Asztal! Ami azért nem lehetett túl messze, lévén, hogy ugye itt mégiscsak egy csöves fegyverről van szó, hiába volt 23 mm-es, de hát mégiscsak egy csöves fegyver. Úgyhogy aztán a következő állomásra, az 5-ösre, oda már egy gyakorlatilag egy ilyen kettős rakéta indítót terveztek, hogy majd az majd rakétával szed le valakit, de arról igazából azt se lehet tudni, hogy ezt valaha kipróbálták-e, arról nincs dokumentáció. Sőt, tehát hogy egyáltalán végül rákerült-e. Így van. Tehát ott még ilyen földi fotókkal se találkoztam, a gépágyúról annak van, arról igen. Vannak földi felvételek még beszerelés előtt. Még két dolog eszembe jutott, mielőtt tovább suhanunk, hogy ugye emlegeted ezeket a felbontásokat, meg mindent, de ezt ugye tisztáznunk kell, hogy még akkor is, amikor mondtad, hogy például a MOL-t azért törölték, mert közben az automatikus eszközök is elérték ezt a felbontást, mondjuk a Keyhole műhold sorozatban repülő műholdak, koronakém műholdak például, de hogy azt azért tegyük világossá, kedves hallgatók, hogy digitális kép továbbítás az még nem tartott ott, tehát itt mindig az automata műholdak esetében is arról volt szó, hogy filmkabinokat küldtek le a földre, amiket eléggé kalandos körülmények között kellett az amerikaiak esetében elkapni, például a repülőkkel az óceán fölött, hogy az ejtőernyőjüket elkapják egy lasszóval, és úgy húzzák be. Tehát, hogy ugye ez döbbenetes. És egyébként még... Igen. És az első generáció a szovjet oldalon, az meg azért is nagyon fincsi, mert az lényegében maga a Vostok űrhajó kicsit átgyúrva, ami Zenyit néven kémműholdként is funkcionál, csak akkor nem űrhajóst raktak be, hanem egy marha nagy kamerát a helyére, de hát ugye, mint hogy az űrhajóst is vissza kellett hozni az űrből, ezért a filmet is vissza kellett hozni az űrből, hát az oroszoknál is természetesen, úgyhogy épp ezért végül is Koroljovék két legyet ütöttek egy csapásra. Most az amerikaiak eddig nem mentek el azért, hogy konkrét, de hát mindegy. Hát ők nem terveztek fegyvert, viszont amit mondasz, az azért lényeges, mert valóban a felbontása már elérte, vagy jobb volt az automatáknak. Akkor viszont pontosan a filmtechnika miatt, az alkalmazott film miatt, meg hogy ezt tartályba vissza kellett hozni, ez egy nagyon drága dolog volt, olyan értelemben, hogy ugye a műholdra rábízták, hogy fotózzon. Na most, ha felhővel fedett volt a terület, ez akkor is fotózott, és itt jött volna a MOL-nak az előnye, hogy ugye a személyzet ezzel a felderítő kamerával megnézi, hogy egyáltalán lehet-e normális képet készíteni arra a filmre,
és csak akkor exponálna, igen, tehát nem dobálják el feleslegesen a filmkockákat, ami ma megint kicsit furcsa, de hát én emlékszem, hogy amikor én még mondjuk középiskola után elkezdtem így túrázni magas Tátra, alacsony Tátra, Alpok, stb., meg síelni, akkor ugye vittük azt a kis fényképezőgépet, ugye a Rollfilmer 32 darab, és akkor az ember kimatekozta, hogyha mondjuk 4 napos hétvége, akkor naponta 8 fényképet lőhetek. Tehát ilyen értelemben hasznosabb volt, mint most, amikor az ember ellő 400-at, és aztán ott rohad a számítógépen, mert úgy sincs ideje foglalkozni vele. Na igen, a filmekről majd még beszélgetünk, mert persze itt film űrálló filmek. Beszéljünk most, mert nekem úgyis innom kell, és lehet, jó, így áll, nagyon jó. Ezt egyébként a törzs hallgatóink, akik kitartóak és emlékeznek a Luna 3-as adásunkra 2019-ből, azok tudhatják ezt a fantasztikus sztorit. Ugye az az történet, hogy a Szovjetunió dicsőségesen 1959. októberében elsőként lefényképezte a Hold túlsó oldalát, és persze ott egyébként rádiós képtovábbítás történt, de még akkoriban a rádiós képtovábbítás is úgy történt, hogy konkrétan a fedélzeten fotóemulzióba bemártva konkrétan egy különleges filmre előhívták a képet, és azt a képet tapogatták végig a jeltovábbításhoz, ugye ilyen fénykapukkal, és ugye ez lett a, hát nem is digitális, hanem analóg jel, amit leküldtek az űrszondákról. Ugye 1959-et írunk, ugye ez a nagy diadal volt. A kezemben tartom az első felvételek a Hold túlsó oldaláról című kiadványt, itt a Szovjetunió Tudományos Akadémiája adott ki 1960-ban, magyarul is megjelent. Fantasztikus. Most felolvasok belőle csak egy passzust. A film nem kívánatos elhomályosodását a kozmikus sugárzás hatására különleges védelemmel kerültük el. Ennek alapjául azon vizsgálatok szolgáltak, amelyeket a szovjet mesterséges holdak és kozmikus rakéták segítségével végeztünk. Írják 1960-ban a Szovjet Tudományos Akadémia közleményében. Aztán ugye bedölt a nagy vörös birodalom, és akkor jöttek a vicces viccesebb beszámolók, például konkrétan az egyik ember, aki ennek arról volt megbízva az ő csapatuk, hogy kifejlesszék ezeket a filmeket erre a Luna 3 repülésre. A csoport vezetőt úgy hívják, hogy Piotr Fjodorovics Braclavec, és hát ő osztotta meg a világgal azt az információt, amit akkor még az ő saját felettesei sem tudtak, hogy nem annyira voltak sikeresek az ő kísérleteik a sugárzásálló filmek előállításával, ám de az Egyesült Államok akkor rendszeresen küldött a stratoszférába, a Szovjetunió fölé kémballonokat, amiket ugye a Jetstream az szépen befújt nyugatról a Szovjetunió fölé, és aztán az persze nem olyan nagy esély volt ezek elkapására, de ez egy olcsóbb dolog volt, tehát rengeteget felküldtek belőle, és aztán néhány valóban keresztül ment a Szovjetunió fölött, és Amerikában leesett egy-kettő, és be tudták gyűjteni. Az aztán tényleg teljesen önjáró módon fényképezett, tehát nem tudom mennyi info jött ki ezekből, de volt ez a ballon program, és az egyik ilyen lezuhant amerikai ballonból szereztek egy sugárzásálló filmdarabot, amit tehát így gyűjtöttek be, és végül konkrétan ez az amerikaiak által gyártott filmdarab volt az, amit beszereltek a Luna 3-ba, és a történelmi felvételek a Hold túlsó oldaláról végül is erre készültek el. Igen, tehát ez jó példa arra, amikor ugye arról beszéltünk még a műsor elején, hogy nem kellett egyik oldalt sem félteni, ez ment oda-vissza, és akkor, hogy most te is tudjál inni, akkor rögtön folytatom, tehát, hogy a másik oldalt sem kellett félteni. Szintén a holdprogram, a szovjet holdprogramhoz kötődik, hogy valamikor a 60-as évek elején, nem, bocsánat, inkább ugorjunk. Szóval 94-ben feloldották a titkosítási minősítést a CIA-nál egy dokumentumról, amelyik arról szól, hogy valamikor a 60-as években, itt nincs pontos dátum, de viszonylag jól be lehet lőni, hogy miután a sztorit 67-ben írták le, és kapott titkosítást, és az első lunák meg ugye hogy a 60-as években, mondjuk 60-as 59, ez a Luna 3, ez pont 59, és szerintem pont egy ilyenről lehetett szó, tehát én betenném ezt a sztorit konkrétan 1960-ra. Igen, ők arról beszélnek, hogy mindenki úgy tippel, hogy 60 és 67 között lehetett, hogy a szovjetek az Egyesült Államokban szerveztek a szovjet tudományról egy ilyen vándorkiállítást. Ezen mindenféle ilyen csodálatos szovjet eszközök voltak, és az egyik az az első Luna Hold
Luna, ugye nyugati úl Lunyik űrszondának volt a tulajdonképpen a rakéta végfokozata, és arra vágtak egy ablakot, amiben pedig ott belül lehetett látni magát a szondát. Na most ugye a CIA arra gondolt, hogy hát ez biztos csak makett, de hát egy próbát megér, úgyhogy oda küldtek 2-3 szakértőt az egyik városba, és azok döbbenten vették tudomásul, hogy bizony ennek a szerkezetnek bizonyos elemei valódiak. Tehát ezt érdemes lenne közelről megnézni. És akkor a CIA gyakorlatilag egy nagyon komoly, fedett akciót kezdett el szervezni, amelyik abból indult ki, hogy ezt az egész cuccot, ezt csak akkor őrzik, amikor kiállítási csarnokban van. Tehát az útvonalon ott külön őrzés nem volt, ott ugye az amerikai rendőrség biztosította ezeknek a teherautóknak, amik vitték a különböző ládákat városról városra, a biztosítását. És aztán, ha a kikötőbe kellett menni, a kikötőbe megint várt egy szovjet elvtárs, aki megnézte, hogy megérkeztek a ládák. Tehát itt volt ugye egy rés a pajzson, ez a szállítás. És hát az történt, összetettek egy szakértői csapatot, akik kitalálták, hogy hát akkor egy ilyen ládába bele kell mászni, és akkor ezt szét kell ott bontani, ezt az egész szerkezetet, fotókat kell csinálni róla, meg méregetni kell, meg hasonlók. A probléma ott kezdődött, ugye, hogy volt egy teherautó sofőr, aki nem volt az egészben beavatva. Na most azt csinálták, amikor az egyik városban összepakolták ezeket a ládákat, és elindult volna egy kikötőbe, akkor ezt a sofőrt úgy hát lekapcsolták, tehát gyakorlatilag bevágódott elé mögé, hogy ezt az akciófilmekben látjuk, meg a bankrablós filmekben. Egy-egy ilyen CIA-s autó, kirángatták a sofőrt, szerencséje volt, mert nem lőtték le, meg nem vágták nyakon, beültettek a helyre egy CIA-st, ezt a jó embert ezt elvitték egy éjszakára egy szállodába. Ő sose beszélt utána erről, ugye hát voltak tippek, hogy mit csinált a szállodába, amivel meg tudták zsarolni, de ezt nem tudjuk. De a lényeg az, hogy ez a teherautó akkor beállt egy ilyen őrzött telephelyre, ott szétkapták ezt a szerkezetet. Azt mondták, hogy például a hátsó részen ott 130 darab csavart bontottak szét az amerikaiak. Az volt a szerencséjük, hogy ezt már össze-vissza karcolázták az előző városokba, tehát nem tűnhetett föl senkinek, hogy szétszették. És hát gyakorlatilag a szondának rengeteg eleme az eredeti volt. A rakétában, a végfokozatnál a hajtómű az nem volt bent, viszont az üzemanyagtartályok bent voltak, egy csomó cső bent volt, mechanikai adapterek és így tovább. Hát ezekről csináltak felvételeket, hogy legyen nekik valami információk arról, hogy hol tartanak a szovjetek, vagy hát az oroszok a holdkutatásban. És még egyszer, ez valahol 60-67 között történt, és az információ az 94-ben vált. Igen. Én is megnéztem a doksit, ugye 94-ben nyilvánosságra hozták, de tele van retusálva az egész. Rondja, tehát máig hiányoznak belőle ugye a pontos helyszín, meg név megjelölések, de abból, hogy ez egy CIA dokumentum, nem egy FBI, vagy egy CIA dokumentum. Én az egészet úgy értelmeztem, és ez még egy plusz csavart ad az egészbe, bár nem mernék rá megesküdni, én úgy értelmeztem, hogy ez az egész történet, ez Mexikóban történt. Lehet. Majd megnézzük, mert mondom, tényleg ki van húzgálva, tehát lehet, hogy csak én képzeltem úgy, amikor olvastam ezt a sztorit, hogy ráadásul az még egy plusz csavar, hogy még a hazai pálya előnye sincs meg ilyenkor az amerikai. Hogy az FBI az elsősorban egy nyomozó hatóság, igen. Ugye az államhatárokon átívelő bűncselekmények elleni tevékenységgel. Igen. Tudom, míg a CIA az kifejezetten egy hírszerző szervezet. Hírszerzési tevékenységre ugye ebben államhatáron belül is szükség lehet. Igen, jó, oké. Okay. De nem tudom, én sem tudom. De minden esetre hihetetlen, és egyébként ugye tényleg érdekes információkat tudtak meg belőle, mert lemérték a tartályokat, és akkor ugye meg tudták becsülni a hajtóműnek a tolóerejét, tehát egy nagyon érdekes dolgok, hogy mi és mit meg nem tettek az emberek.
Na most, egyszer majd Suminszky Nándort, aki ugye például két hét múlva jön majd hozzánk, persze ha jön, az megint csak idézőjelbe, tehát úgy lesz itt, mint te, majd egyszer őt is elkapom, mert ő ennek a fordított sztorinak egy szakértője, ami ugye az volt, hogy az amerikaiak gyakorlás közben meg egy Apollo-kabint úgymond gyanúsan elvesztettek, de nem egy olyan Apollo-kabint, ami járt az űrbe, hanem csak egy ilyen gyakorló példányt, egy úgynevezett boilerplate-et, valamikor 69-70-ben a Vizcayai öbölben elhagytak egy ilyen gyakorló Apollo-kabint, amit arra használtak, hogy a hadihajók, vagyis az anyahajók tudják gyakorolni azt, hogy kell kifogni ezeket, tehát nem egy teljesen felszerelt űrhajóról van szó, de azért például tömegében, meg alakjában, meg egyes arrendszereiben megegyezik az igazival. Szóval egy ilyet az amerikaiak tisztázatlan körülmények között elhagytak, és akkor egy hogy nem, egy arra járó szovjet halászhajó, és akkor most ugye nagy idézőjel... Igen, kihalászta, és aztán jól átvizsgálták, és aztán 1970. szeptemberében visszaadták az amerikaiaknak. Most képzeld, hogy én ezt a kabint láttam. Tehát 2000, mert ez jelenleg Grand Rapids-ben van, és én ott voltam még a gimis koromban, a kórussal ellátogatunk Michigan államban, és akkor döbbenten vettem észre, hogy a Grand Rapids-i múzeum előtt áll egy Apollo kabin, és visszaadták a szovjetek, és ők ezt aztán 1976-ban, amikor az amerikai bicentenárium volt, ugye a függetlenségi nyilatkozat 200. évfordulója, ők ezt egy a space capsule-t egy time capsule-lá alakították, vagyis telerakták mindenféle cuccal azzal a dumával, hogy majd 100 év múlva lehet kinyitni, és ez most ott áll. És ott olvastam, az oldalán volt egy tábla, ami leírta ezt a sztorit, és én ott találkoztam ezzel az egésszel először, hogy micsoda, elhagytak egy űrhajót, szovjet halászok. Na mi, szóval, hát képzelhetjük, igen, mi minden volt ott. Igen. Hagyj kérdezzek közben egy technikait. Mikor lőnek le minket ebbe? Mi magunkat lőjük le egészkor. Egészkor, jó, igen. Akkor tied újra a mikrofon, mondjad. Az enyém nem ár, hát én annyit beszéltem, pont neked akartam adni. Ugye, hiszen ugye mégiscsak nőnap van. Jó, és hát oké, hogy nőnap van, de hát ugye ez is egy, a női űrrepülés az egyébként tök jól megmutatja a dolgot, hogy mennyire fonák volt mind a két rendszer, mert ugye 1962-ben John Glenn elmondta a sajtó nyilvánosság előtt, hogy szerinte nőknek nem való az űrrepülés. Kb. Ezt mondta. Természetesen a Szovjetunió azonnal résen volt, vagy én így rakom össze a sztorit, hogy bebizonyítsa a szocialista rendszer felsőbbrendűségét, és toborzott egy női űrhajós csoportot. Így van, így van. Amelyikből aztán végül is Tereskova volt az, aki repült egyedül. Na most, hát most előre elnézést kérek a hölgyektől, mert most lehet, hogy sokan úgy fogják gondolni, degradálóan fogok nyilatkozni a nőkről. Nem, mert majd a következő, a második szovjet-orosz űrhajósról, amikor beszélek, akkor rögtön erre fog kerülni, hogy nincs alapvetően rossz véleményem a női űrhajósokról, vagy az űrhajósnökről. Itt annyi történt, hogy Tereskova, ahogy azt ma úgy lehet tudni, a négy végleges jelölt közül, hát nem a legjobb volt, viszont ő volt az, aki a legjobban tudott nyilatkozni, amikor valami magasrangú elvtárs volt a közel, vagy pláne a pártról volt szó. Tehát ő rettenetesen tolta ezt az akkor elvárt viselkedés és formát, és nyilatkozati formákat, és ez nagyon szimpatikus volt a politikai vezetésnek, úgyhogy végül is ott a szakemberek nem őt tették volna elsőnek, de hát egy nyomás alá kerültek, és egyszer azt mondták nekik, hogy már pedig a Tereskova fog repülni. Na most aztán ugye ez hát repülő és űrorvos tamban egy, szerintem ma már a Tereskova repülése ezzel viszont szerencsére egy hasznos tárgyá vált, ugyanis Tereskován olyan az űr mozgásbetegségnek, ami hát tulajdonképpen egy tengeri betegség féle, olyan erős tünetei jelentkeztek, hogy ő szinte teljesen munkaképtelenné vált, teljesen összeomlott lelkileg. Óriási szerencse volt, hogy ugye ez akkor a második úgynevezett páros űrrepülés volt, tehát előtte ugye a Bikovszki egy másik Vosztokkal, a Vosztok 5-tel pályára állt. Tereskova viszonylag közel, legalábbis rádió közelségben volt, így a Bikovszki tartotta benne a lelket. A mai fiatalok talán nem értik, de ugye nem volt még 24 órás fedés a világűrben, tehát a Földről nem lehetett mindig tartani benne a lelket. Bikovszki tartotta benne a lelket, végül is egy csomó parancsot nem teljesített Tereskova,
nem azt mondták, hogy megtagadta, hanem egyszerűen képtelen volt erre. Az a szerencse, mivel képzett ejtőernyősöt, a végén legalább az ejtőernyővel ereszkedő osztrogot katapultálni még tudott, és épségben földet ért. De tulajdonképpen miközben ő hőssé vált, persze ezeket a kellemetlen intermedzókat a szovjet sajtó az ugye nem terítette ki, tulajdonképpen a társai útját ezt úgy viszonylag el is vágta, mert elvileg voltak tervek, hogy még repülnek űrhajósnők, de aztán olyan erős lett az első ellenállás, hogy azt mondták, hogy soha többé. De igen, például a Leonovéknak az űrsétás útját a Voszhod programban tervezték megismételni igen. Női legénységgel, és egyébként tényleg kitűnő emberek voltak ott, ugye például hogy Tereskovat választották azért, mert úgy pártvonalilag jobban illett. Például ugye egy szövőnő volt, most ott volt például, mit tudom én, Irina Ponomarjovna, aki például egyébként pilóta volt és matematikus például, de hát nyilván nem lehetett őt választani. Na, hát ugye, mert ugye hát ez roncsolta volna az imidzset, hogy itt... Na most... Tehát olyan sikeres volt a Tereskova repülése, hogy egy jó időre ott a szovjet vezetés azt mondta, hogy nőt azt nem. Mindmáig egy kezünkön bőven meg tudjuk számolni az orosz űrhajós nőket. Ez így van. Viszont aztán tulajdonképpen az lett a szerencsés, azért tudod egy kezeden megszámolni valószínűleg, és nem egy újadon, mert ugye 78. januárjában, amikor már az űrrepülőgép program kezdett kikristályosodni az Egyesült Államokban, akkor bejelentették az első amerikai űrhajós nőket, hát itt olyan legendás nevek voltak, hogy a Cameron Lucy, a Ishadon, Katrin Sullivan, a Judy Resnick, az Anna Fisher, a Sally Wright, ugye a szegény Judy Resnick meghalt később a Challengerbe, és a vizsgálóvárnak az egyik oszlopos tagja pont a Sally Wright volt, akivel együtt kezdték a kiképzést. Sally Wright volt egyébként az első, az egyetlen nő, és szerintem az első nyugati űrhajós, aki a magyar pillét használta, tehát ez egy nagyon érdekes momentum. Na mindegy, tehát ez bejelentették 78-ban, akkor a Szovjetunió azt mondta, hát nem, ilyen nem, hogy itt több amerikai és csak a Tereskova, gyorsan elkezdtek keresni, és akkor végül is kiválasztották Svetlana Savickaját. Persze ebben is van némi érdekesség, mert a Savickaja, ő a Jevgenyi Savickinek, aki akkor a szovjet légierő parancsnoka volt, annak volt a lánya. Viszont, ha összevetjük Tereskovával, akkor azért a képzettsége egy lapon nem említhető. Savickaja 17 évesen a stratoszférából 14 ezer méter magasból végzett ejtőernyős ugrást, aztán 18 évesen kezdett motoros repülőgéppel repülni, 1970-ben ejtőernyős világbajnok volt, 72-től repülőoktató volt, 74-től vagy 75-től berepülőpilóta volt, vagy 20-féle repülőgéppel repült, ezek között volt motoros meg sugárhajtású is, és akkor végül is őt 80-ban beválogatták az űrhajósok közé, és talán két évvel később űrhajóssá avatták, és végül is ő megmentette, és akkor itt valamondom a jó híra hallgató hölgyek, lányok, asszonyok felé, megmentette a nők becsületét a Szovjetunióban akkor még, mert először egy nagyjából egy hetes repülésre ment a Szaljut hétre, és ott nagyon jól teljesített, olyannyira, hogy aztán később, egy évvel később egy másik repülésre is felkészítették. Ennek is volt ugye annyi politikai tartalma, hogy akkor már mondták az amerikai Catherine Sullivan az űrsétát fog végezni első nőként, akkor a Savickaját gyorsan felkészítették egy olyan repülésre, hogy a Szaljut heten végezzen kívül egy 3,5 órás munkát. És a nőre egyébként jellemző az, hogy ő kritizálta is ezt, tehát valóban azt gondolom egy szakember volt, heggeszteniük kellett, meg lángvágóval vágni az űrállomás külsején, amiről ő aztán később azt nyilatkozta, hogy ő ezt nem értette, ezt az egészet, hogy ennek mi értelme van, mert vagy az űrruhájukat égetik el, és meghalnak, vagy az űrállomást fogják kiukasztani. Szóval ő tulajdonképpen vállalta ezt a feladatot, végre is hajtotta. Meg is előzte a Katie Sullivant. Meg is előzte a Katie Sullivant, tehát a politikai feladatot is végrehajtotta, viszont megfelelő szakemberként azért folyamatosan hangoztatta azt a véleményet, hogy ennek a kísérletnek így sok értelme nincs. Érdekesség még egyébként, hogy Gianni Bekov volt az ő parancsnoka ezen a repülésen, és a Gianni Bekovval végezte az űrsétát, ugye azzal a
szovjet űrhajóssal, aki Magyari Bélának volt a, vagy lett volna a parancsnoka, ha Béla repül. Ővel annyira elégedettek voltak, hogy aztán még a Szaljut hétre harmadszor is fölküldték volna az első teljesen női legénység parancsnokaként, de ez a repülés, ez pár hónappal azutánra volt tervezve, bár ez itt most egy germanizmus elnézést, hogy a Szaljut hét az 85 februárjában meghibásodott. Neki utána kellett volna repülni, szerintem mindenki kitalálja, hogy mikor kellett volna fönt lenni a világűrben, természetesen március 8-án a nőnapon két másik kolléganőjével, tehát végül is ezt a harmadik repülését törölték. De viszont... ő egy nagyon sikeres űrhajós volt, és tényleg fantasztikusan jól végezte a munkáját. Igen, és egyébként ugye ő is megjelenik ebben a még Magyarországon is relatíven nagyot ment orosz filmben, a Szaljut hétben, persze ott mindenki más néven van, de ott a főhős az a Zsanyi Bekov karakter, aki aztán tényleg viszont visszament, hogy életre keltse úgymond a meghibásodott Szaljut űrállomást, hiszen emiatt ugye maradt el a női repülés, mert ott támadt egy kis baj, és abban a filmben meg azt láthattuk, ugye, hogy az oroszok igen. azzal riogatnak, hogy jé, de érdekes, igen. a Space Shuttle-nek, az amerikai űrrepülőgépnek a rakodótere az éppen akkora, hogyha mondjuk kis túlzással, mondjuk ha leszedjük a napelem táblákat, akkor pont bele lehet tenni egy Szaljut igen. űrállomást. Véletlen? Alig ha mondják, ugye, a filmkészítők. Hát mit kommentálsz te erre? Volt olyan terv, hogy az amerikaiak el akarták volna lopni a szovjetek űrállomását, és vajon miért? Ugye annak idején szintén a Idekárból volt egy vicc sorozat, vagy egy vicc család, amelyik úgy kezdődött, hogy a Jereváni Rádió jelenti, és akkor elmondtak valamit, és ugye a poén az mindig úgy kezdett, hogy a hír igaz, de. Szóval tehát nem lopni akarták, hanem még a Szaljut hét pályára állásakor, amikor már az űrrepülőgépek üzemszerűen működtek, akkor a régen adminisztráció utasította a NASA-t, hogy keresse meg a szovjeteket, és beszéljék meg, hogy alakítsanak ki valami dokkolót, azért, hogyha bármi gond van a Szaljut héttel, akkor a shuttle személyzet föl tudjon menni menteni, vagy ha bármi gond van, tehát gyakorlatilag ennyi, ezt a szovjetek úgy lesöpörték az asztalról. A méretek, ugye az egész legendának az az alapja, hogy volt egy olyan repülés, amire a Patrick Baudryt jelölték az egyik rakomány specialistának, egy francia állampolgár volt, aki korábban a Jean-Luc Chrétiennel együtt csillagváros vercész kiképzésen, a Chrétien repült a Szaljut héttel, az ő backupja, tartaléka volt a Baudry, ittnek helyet cseréltek. Tulajdonképpen azokat a kísérleteket kellett volna a Baudrynak folytatni, első orvosbiológiai kísérleteket. És akkor így a szovjetekben így összeállt a kép, hogy aha, raktérbe beférne a Szaljut, meg repül a Baudry, aki kiképeztek a Szaljut hétre, biztos, hogy el akarják lopni. Közben persze irányíthatatlanul keringett a Szaljut hét, és hogy ráadásul az amerikai sajtó azért számol be erről, hogy amikor majd ellopják, akkor azt lehessen mondani az amerikai a népnek, hogy azért lopták el, nem is ellopták, hanem a NASA megmentette a Földet, mert lehozták, hogy ne essen senkinek a fejére. Most a probléma azért ennél egy picivel más. Tehát, hogyha ugye azt szokták mondani, hogy a számok azok makacs dolgok. Na most egyrészt, amit állít az a film, hogy itt fel volt készítve egy űrrepülőgép a startra, ez úgy nem igaz, tehát az űrrepülőgép nem akkor áll a startasztalon, amit a film mond. Aztán a méreteknél, meg egyáltalán ilyen műszaki adatoknál, ha tartunk, akkor a legnagyobb probléma rögtön ott kezdődött, hogy eltérő pályasíkon repültek ezek az űreszközök. Ugye a Szaljutok az ilyen 51,6 fokos egyenlít hajlásszögű pályán, tehát az egyenlítővel 51,6 fokot bezáró pályán keringtek, míg az az űrrepülőgép, amelyik abban az időszakban repülni kellett, tehát kellett, hogy repüljön, az 57 fokon repült. Na most ez csak a sci-fi-ben van, úgyhogy én így pikpak megváltoztatom a repülés pályasíkját, tehát gyakorlatilag nem tudtak volna megközelíteni sem a Szaljutot. A méretadatokhoz pedig annyit, hogy bár ha mindent leszereltek volna a Szaljutról, tehát levágják a napelemeket, levágják az összes antennát, az összes kiálló bizbaszt, akkor befért volna az űrrepülőgép rakterébe a Szaljut hét. Viszont ugye nagyon rövid idő állt, hát itt arról beszélünk, hogy februárban romlik el, és március-áprilisban úgymond el akarják lopni az amerikaiak. Itt ugye adaptereket kellett volna kifejleszteni, hogy meg tudják fogni az űrállomást, hogy be tudják rögzíteni az űrrepülőgép rakterébe, de a legnagyobb
érv amellett, hogy ez egy oltári nagy hülyeség, ez a szokásos szovjet-orosz paranoia, az, hogy egyszerűen az űrrepülőgép szerkezeti károsodás nélkül nem tudta volna lehozni a 20 tonna tömegű szaljutot. Ugye az ráadásul, tehát a szaljut, amikor startolt, 20 tonna volt. Utána az üzemelése során még pakoltak bele cuccokat, hiszen mentek utólag is kutatási eszközök, meg kísérleti berendezések, tehát a tömege biztos, hogy 20 tonna fölött volt. Ez azt is jelenti, hogy még ha be is tudnak valahogy jutni az űrállomásra az amerikaiak, és kiszemetelik, akkor sincs a tömeg 20 tonna alatt, mert pedig az amerikai űrrepülőgépek mindössze 14,5 tonna hasznos teherrel szállhattak le, anélkül, hogy ripityára törjenek, vagy elégjenek már előtte a felső légkörben. Tehát ez szerintem, ez tulajdonképpen ennyivel is lehet intézni ezt az egész történetet. Igen, ez tökéletes. Ez nagyon jó. Egyébként ugye ugyanezzel intézték el azt is, hogy miért nem hoznak vissza más műholdakat, például saját műholdakat az amerikaiak. Volt példa az űrrepülőgép programban, hogy egyet-kettőt visszahoztak. De azért lett volna még igény több dologra is, de aztán ugyanezzel az érvel a saját cuccaikat se hozták. Nekik is van egy költsége a személyzet kiképzésnek, a sétára, és aztán valóban az, hogy egyáltalán befér-e, meg a tömeg az mekkora. Igen. Hát igen. Na, hát legalább ezt a mitoszt akkor most sikeresen leromboltuk. És persze ez a 80-as évek, amikor ugye, amikor egyébként is ugye felpörgött a régeni csillagháborús projektnek csúfolt Strategic Defense Initiative, ami konkrétan ugye a katonai doktrína megváltozása volt, mert addig ugye a Mutually Assured Annihilation, vagy Destruction, Mutually Assured Destruction, röviden MAD volt a doktrína. Elrettentés vagy kölcsönös. Igen, kölcsönösen biztosított elrettentés, ami ugye azt jelentette, hogy senki nem akarta a másikat lebombázni, hiszen az interkontinentális balisztikus rakéták, ha elindulnak a Szovjetunióból Amerikára, ugyanakkor másik irányba is elindulnak a többiek, és mindenki meghal, ezt senki nem akarja. Ugyanakkor a régenék, illetve hát Tellerede volt az egyik agytrözt mögötte, ugye kitalálták, hogy oké, kéne egy fegyverrendszert az űrbe telepíteni, az megváltoztatja a játékszabályokat, mert akkor a föntről még röptében lövedékekkel vagy lézerekkel el lehet találni magukat az ICBM-eket, és hát ugye ezzel egy olyan második űrversenybe kényszerítették bele a Szovjetuniót, aminek a horribilis anyagi vonzataiba tulajdonképpen beleroppant. Tehát azért... Igen. Ezzel hát, egyet értesz, hogy... Egy percünk van, én próbálom ezt gyorsan elintézni. Néhány számmal, szóval hogy a hallgatók értsék, a hidegháború végén a szovjetuniós összeomlás előtt volt olyan becslés, hogy a teljes szovjet éves GDP-nek akár a 40% katonai és űrkutatási meg űrtechnikai kiadásokra a Szovjetunióban, hát egy borzasztó összeg, ugye a NATO elvárás az most 2% a GDP-nek a védelmi kiadásokra. Én megnéztem, úgy becsülték, hogy 200 milliárd dollárba került volna ez az SDI, vagy csillagháborús régeni program. Ez mai árfolyamon, vagy mai vásárlóerőn körülbelül 400 milliárd dollár, tehát a duplája. Ez nagyjából Magyarország 2 évi teljes GDP, ez a 400 milliárd dollár. Kicsit még több is, mint 2 év. Tehát egyszerűen ezzel már, illetve hát a Buran program, ami a Shuttle-nek a lemásolása volt, az amerikai űrrepülőgép másolata, ez a két dolog együtt, tehát úgy általában a védelmi kiadás, az orosz vagy szovjet űrrepülőgép program, és az, hogy a szovjetek is megcsinálják a saját SDI-jukat, ezt már gyakorlatilag nem bírta el a Szovjetunió, és valóban jelentős mértékben hozzájárult ez ahhoz, hogy a rendszer összeomlott. Hát mert az ez tökéletes zárszó a Fultoni beszéd 75. évfordulójára és nőnapra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, hát szerintem mindannyian sokat tanultunk, marha jó volt, köszönöm szépen, hát várunk még a jövőben is, ha majd úgy döntesz, hogy erre jársz, akár online, akár hát remélhetőleg majd itt élőben is majd egyszer, de a mai műsoridő véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és szép napot és szép hetet kívánok, 2 hét múlva jövünk vissza, Suminszky Nándor lesz akkor a vendégem, és akkor végre az űrtörténeti sorozatunkban eljutottunk addig, hogy hogyan is ment föl Gagarin. Köszönöm meg az első űrhajósok mindkét oldalról. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Kellemes napot! Köszönöm! Sziasztok! A Tilos Rádió hírei következnek.
Magyarországon is elindítja a fact-checking, azaz tényellenőrző programját a Facebook, írták meg a hírportálok. A klasszikus álhírek és az azoktól gyakran egyre kevésbé megkülönböztethető politikai csúsztatások, valótlanságok kigyomlálása, maga a tény ellenőrző gyakorlatban